Több mint 100 motoros hajtott be Hévízen a Városháza térre, hiszen augusztus 20-án a Road Wanderers Motoros Egyesület idei Szent István túrájának végállomása volt városunk. Az 1997-ben alakult motoros klub jelenleg 12 állandó zala-megyei taggal tevékenykedik. Nyílt túráikon azonban minden motorozás iránt elkötelezettet szívesen látnak. A szervezett túrák folyamatosan Zala-megyén belül vannak, kisebb falvakat bemutatunk a közönségnek, úgymond a kultúrát belopjuk a szívükbe, mert azért Zala azért csak a mi megyénk, illetve azt hozzá kell tenni, hogy rengeteg olyan kis falu van, mert nem megy be az ember, csak a főutakon haladunk már lassan. A motoros klub elsődleges célja a fiatalok motorozásra való ösztönzése, egyéni motorosok összefogása, illetve hazánk tájainak felfedezése. Hévízen a mostani túra keretében az egyesület tagjai megkoszorúzták a templom kertjében található Szent István emlékművet. A Szent István túra útvonala minden évben változó. Más-más helyszíneket választanak ki, ahol államalapító ünnepünkön Szent Istvánról emlékeznek meg. Idén Hévízen kívül a Kis-Balatonnál, a Balaton Múzeumnál és a Kányavári szigetnél helyezték el koszorúikat a tagok. A több mint 100 motor a túrák során nem mindennapi látványt nyújt. Pihenőik alkalmával az 50-es évektől kezdve a legmodernebb motor különlegességekben is gyönyörködhetnek az arra járók. Én egy Ducati Monster 1000-es régi kávédarálóval, már a motoros berkekben ezt a motort úgy ismerik, itt halljuk a hangját, ezt a csettegést. Tehát nekem egy ilyen van, ezt szeretem, meg úgy néz ki még egy darabig, meg is marad az a szerelem. A koszorúzást követően a hévízi termelői piacon Benkő Lajos piacfelügyelő látta vendégül a motorosokat, aki jó maga is elszánt motoros és túrázott is már a Road Wanderers-szel.